Két éremmel tért haza a kontinens bajnokságról a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság szolgálatirányító tisztje. A napokban rendezték meg Portugáliában, Bragában a tizedik rendőr és tűzoltó Európa játékokat, amelyen a kontinens egyenruhásai közel tízezer sportoló 38 sportákban mérték össze hosszú évek során fejlesztett tudásukat. Magyarország rendőrségét a sporták többszörös rendvédelmi bajnoka, Honti Attila rendőr alerzredes képviselte, aki korosztályában és súlycsoportjában fekvenyomásban 170 kg-os teljesítménnyel ezüstérmet szerzett, felhúzásban pedig 215 kg-os eredményével Európa bajnok lett, így a színvonalas nemzetközi megmérettetést egy arany és egy ezüstéremmel zárta.